Megnézett? Horváth elvtárs. Most nézem. Kész? Várjon, újra elfordulok. Kész. Akkor most leülök ide magam mellé. Jó. Már csak néhány pillanat lehet hátra a csöngetésé. Majd forduljon az ajtó felé, hogy amikor kinyitom, pont szembe találja magát vele. Igen, tudom, aztán rohanás a másik szobába. De a ruha marad a széken. Marad. Nem kellene összerúzsozni egy kicsikét a száját? Dehogy nem. Hol a rúzs? Most a számon. Szellemes, bátor, lenyűgöző vagy ennek ellenkezője a Történelmi Magánügyek című film. Bajár Zsolt vendégei Básti Júli színművész és Gábor Júlia szerkesztő. Jó estét kívánok! Itt a Széles Vásznú Történelem, a Hír Televízió magyar filmeket bemutató sorozata. Mai filmünk pedig Keleti Márton 1969-ben készült Történelmi Magánügyek című filmje. Vendégeim a stúdióban Básti Júli színművésznő és Gábor Júlia szerkesztő. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket! Júli, először Önhöz fordulok, mert ahogy készültem az adásra, utána olvastam az Ön édesapja életének. És most tudtam meg, hogy az Ön édesapja Londonba ment, illetve ahogy Öntől megtudtam adás előtt, először Párizsba, azután Londonba. És hogy miért hozom ezt most ide? Nekem gimnazista korom óta a valahova tartozás és a hazaszeretet legcsodálatosabb költeménye az Radnóti Miklósnak a Nem tudhatomja. És nem feltétlenül azért, mert ez a legszebb vers, amit írtak a hazáról, hanem azért, mert aki írta, és az a helyzet, amiben írta, az nem adekvát. Radnóti Miklós Abda és a biztos halál felé menetelve, nyilas állatok között, a sír szélén az lett volna az adekvát, hogyha ha ő gyűlöli ezt az országot, meg ezt az egész helyet, ahova született, és ehhez képest megírja azt, hogy nem tudhatom másnak-e tájék, mit jelent nekem szülő hazám, itt a lángoktól ölelt kis ország. És mikor elolvasom azt, hogy az Ön édesapja Párizsból és Londonból, egyszer csak senki nem érti, hazajön a zsidó törvények, a kirekesztés, a munkaszolgálat, hogy ne mondjam, szinte a biztos halálba. Azóta ugyanezt érzem. Beszélt valaha az Ön édesapja arról, hogy miért döntött úgy, hogy hazajön? Az apám a legszemérmesebb ember volt, vagy van a világon. Részletesen nem mondta el, nagy vonalakban tudom ezt az egész történetet, de valami ilyesmi az, amit ő is érzett valószínűleg, hogy ha ő választhatja, hogy elmegy és tanul, tanulmányoz, valamiféle más élet felé kacsingat, amit addig itt Magyarországon csinált, de hogyha megkérdezik, vagy rákényszerítik arra, hogy válasszon és felvegye az angol állampolgárságot, vagy hazajön, akkor egyértelműen itthon van a helye. Tehát az apám egy végtelenül becsületes ember volt, és egy nagyon nagy tudású ember volt, és ezt a nagy tudását, ezt a premontreiektől kapta, oda járt gimnáziumba, és ez azt hiszem, hogy az egész életére ez a fajta erkölcsösség, ez rányomta a bélyegét, és az egész munkamorálja, és a szakmához, és az országhoz való viszonya, ez nagyon-nagyon jellemző volt rá, és nagyon-nagyon áthatotta az egész gyerekkoromat, mert én ezt nagyon jól láttam. Fantasztikus. Köszönöm. Örülök, hogy ezt elmondta. Júlia, nem először beszélgetünk ebben a stúdióban. Ugye a mai filmünk ez a bizonyos Történelmi Magánügyek. Tudom, hogy mindketten velem együtt újra nézték. Nem tudom Ön, hogy volt vele, de nekem reveláció volt ez a film. Soha semmit nem tudtam róla, nem hallottam róla. Most láttam életemben először, és tudom, hogy furcsán fog hangozni, de nekem a film bizonyos részletei a Bacsói tanú magasságába vitték
megtették a, ha úgy tetszik, a rendszer kritikát. Jól éreztem én ezt, vagy valahol teljesen félrehiklottam? Ugye ez nagyon egyéni dolog, hogy ki milyennek lát egy filmet. Én úgy emlékeztem erre a filmre, hogy olyan különösebben nem szerettem. Most újra megnéztem, és most ugyanez volt az érzésem. Igen. Hát ez lehet, hogy ezt érdekes. Illene most mondani, de tehát mondjuk ahhoz képest, hogy ugye legutóbb, amikor én itt jártam, akkor a butaságom történetéről beszéltünk, amit én magam részéről remek műnek tartok. Tehát itt azért egy kicsit unalmas volt nekem ez a film. Lehet, hogy, és én bátornak sem éreztem igazán. Tehát bennem az fogalmazódott meg, hogy ugye ennek a sorozatnak az a címe, hogy széles vásznú történelem, és hogy ez egy ilyen keskeny vásznú történelem ez a film. Tehát, hogy sokkal izgalmasabbak benne a magánéleti történések, mint maga a történelem. Beleszólhatok én is? Persze. Hogy én meg most láttam először ezt a filmet. Lehet, hogy már gyerekkoromban egyszer megnéztem, de akkor nem is értettem. És most megmondom, hogy én az első perctől az utolsóig vigyorogva néztem, mert egyszerűen lenyűgözött ez a fajta szellemes megfogalmazás, hogy a legsúlyosabb történelmi dolgokról ilyen pazarul tudnak beszélni, és a magánélet mögé van rejtve. Ennek végig ez a párhuzam volt bennem, hogy a Tanúhoz képest, ugye a Tanút meg 10 évre betiltották, 1 évvel később készült, mint ez a film, és 10 évig nem lehetett újból bemutatni. Szóval akkor jó, hogy ketten vagyunk, mert egy úgy. Én leszek az ördög ügyvédje. Dehogy is, csak engem lenyűgözött. Tényleg azért érdekes ez, mert ha már én elkezdtem nézni, és ugye én először, amikor azt hittem még, hogy ez komolyan van gondolva, akkor fogtam a fejem, hogy Jézus Mária, mit fogok én most itt látni? Mindenki elvtárs, mindenki komolyan. Atyavilág. Mit fogok én ebből kihozni egy 20 perces beszélgetésre? És akkor egyszer csak szép lassan kezdtem rádöbbenni, hogy valójában mi is ez az egész történet, és amiért mondjuk a Tanút emlegettem, hogy hát azért Rutkai Éva ilyen mondatokat enged meg magának, hogy hát ahhoz képest, hogy nem csinált semmit, csak 5,5 évet kapott, hát ezt egy az egybe elmondhatta volna Pelikán elvtárs is a Tanúba. És van még benne számos ilyen mondat. De ami igazából, most lehántjuk róla, tetszett, nem tetszett, ha mindezt ad akta helyezzük, ami nekem, és ezért vagyok kíváncsi a véleményükre, ami nekem talán a legfontosabb volt itt az egész film kapcsán, mikor vége lett, és még ott ültem egy kicsit a monitor előtt, hogy, és ez kapcsolódik az ön édesapjának a hazajöveteléhez is, ha úgy tetszik, hogy a második világháború után tényleg én el tudom hinni és képzelni, hogy emberek teljes valójukkal és teljes hitükkel álltak bele ebbe az új világba és új rendszerbe, mert egyébként mi a fenébe is állhattak volna bele. És hogy a kiábrándulás meg a csalódás sorozata, hogy az mivé tesz embereket? Elpusztít, cinikussá tesz, tönkre tesz, vagy felemel? És számomra ez a film többek között erről is szólt. Hát persze, ez a teljesen lehetetlen, egy ostoba, gonosz, durva rendszer, ahonnan egyik buckáról a másikra kell ugrálni, beleesel közben a mélybe, utána megint kikapaszkodsz, azt se tudod, hogy egyik napról a másikra mi történik veled, tehát egy olyan hullámvasút, a számomra ez volt a fantasztikus, hogy egy ilyen film elkészülhetett akkor, és le is vetítették, szóval én inkább ezt látom ebben, hogy egy őrült, bátor dolog volt ezt megcsinálni. Ennek a képtelen rendszernek a... Igen, nekem meg az jutott eszembe, hogy ugye ez 69-es ez a film, és rettentő bátran beszél 1947-ről, 1951-ről, 1968 is, mint évszám benne van,
de az 1968-ról nem beszél. Tehát, hogy mondjam, tehát persze nagyon bátran. Nem volt elég 47-től addig, ami... Na de 68 azért az egy elég fontos évszám volt a Magyarországon. Érdekes, tehát ugye, ha a csebevonulásra gondolunk, ha az új gazdasági mechanizmusra gondolunk, ezekről semmi. Tehát azért annyira nem volt bát. És az 56-ról hogy beszél? Na ez na, volt. Hogy beszél róla? Ilyen szép, finom, tehát mondom is. De nem egy dokumentumfilmet néztünk, azért azt lássuk be, hogy... Igen, csak most arról beszélünk, hogy bátor-e a film, vagy nem. Ja, hogy igen, jó, bocsánat. Nagyon érdekes, mert ugye én eredetileg mégiscsak magyar történelem szakos tanár volnék, tehát akár a 68 nekem is eszembe juthatott volna a film kapcsán, én teljesen elsiklottam felette. 56 volt, ha úgy tetszik, nekem is az egyetlen ilyen hiányérzetem idézője, de nem az, hogy nem beszél róla, hanem hogy 56 végül is a legocsmányabbnak beállított alakon keresztül jelenik meg, ugye ez a szegény Somogyvári, mindig vele játszották el ezeket a szörnyetegeket, aki ott ugye magát hősnek hazudva főkapaszkodik a ranglétrán. Ez engem is zavart, de hát végül is azért 69-ben vagyunk. Hát csoda, hogy egyáltalán 56, meg október 25-e, mint dátum, mert nem 23, 25, egyáltalán el tud hangozni. Igen, egy filmben. Én is ezért gondoltam. Uh-huh. Tehát én csak ezért mondom, hogy ez nem egy dokumentumfilm, és ehhez képest én nagyon-nagyon élveztem. Hölgyeim, egy pillanatra csak ugye a hangulat véget, kukkantsunk már bele egy rövid részlet erejéig a moziba. Halló? Siessen a Váci utca 18, második emelet 4-be. Hallja? Váci utca 18, második emelet 4. Ott találja a feleségét egy horvát Endre nevű ember lakásán. Egyebet nem mondhatok. Mi úgy elsápadt horvát elvtárs? Életem első névtelen telefonja. Azt hittem, arra gondol, hogy a férjem egy revolverrel érkezik, és lepuffant mindkettőnket, mint egy kutyát. Ne féljen, ne izguljon, nincs revolvere. Konyhakés persze hozhat? Hozhat. Fél? Nem túlságosan. Nem lesz veszekedés. Majd meglátjuk. Minden esetre arra ügyeljen, csak egy pillanatra nézzenek farkas szemet, aztán rohanás be a másik szobába, kulcs van az ágyban, fordítsa rá. Mi meg majd csak elpofoszkodunk itt. Kettesben minden esetre kellemesebb, mint az egyoldalú pofozás. Azért örülök, hogy ketten ülnek itt, mert pont a múltkori beszélgetésünkkor, amikor a butaságom története volt a téma, akkor ön, Júlia, megfogalmazott egy mondatot így az emlékeiből, ha jól emlékszem, hogy sőt, talán még az édesanyja, Rutka Éva is ezt fogalmazta meg, hogy Básti Lajos olyan szigorú ember volt. És ha most fölidézem magamba akárhány filmet, ahol én Básti Lajost láttam szerepelni, nekem is mindig az volt az érzésem, ez a olyan, kicsit olyan félelmetesen szigorú ember. Ez volt az első, ahol itt ő a, ha úgy tetszik, a legvagányabb, a legvagabundabb szereplő, aki vigyorog a gyerekeknek, átugat a szomszéd balkonra, hajlandó eljátszani ezeket a megcsalásokat, neved, úgy beszél, az a közért jelenet, háromszor visszatekertem, mikor a Kismanyi. A Kismanyi, hát elképesztő. Szigorú ember volt? Igen. Szigorú ember volt, de csak akkor, amikor dolgozott, és amikor dolga volt. Amikor volt egy pici szusszanásnyi ideje, akkor meg a legbohóckodóbb ember volt. Tehát tényleg akkor volt, hogy vége volt egy előadásnak, és ilyen tánclépésekbe jött be a szobába este, amikor megérkezett, és nevettette meg az anyámat, szóval iszonyatos nyomás volt rajta, elképesztő szerepeket játszott egyszerre, volt nem tudom én 5-6 mamut főszerepe, szóval ott nincsen helye a jókedvnek napközben, hanem csak a végén, amikor már megcsinálta a feladatát, tehát vagy elvégezte a feladatát. Tehát ő nagyon szigorú volt, velünk is egyébként az volt, a gyerekekkel, de voltak csodálatos önfeledt pillanatok is, igen. Rutka Éva szigorú anya volt? Anyuká,
iszonyatosan elkényeztetett. Nem tudtam olyat csinálni, hogy ne legyen tőle elragadtatva. Jaj, te igen, nem, hát ő egyáltalán nem is ismerte ezt, hogy szigor, fogalma se volt róla. Nem azt, hogy kenyére lehetett kenni, hanem hát azt csináltam vele, amit akartam. Ez jó. És olyan furcsa volt, mikor kérdeztek először róla, és mondtam, hogy nem tudom, hogy milyen volt az anyukám, mert mindig én voltam a középpontban, nem ő volt a középpontban. Ugye a butaságom története az egy, ott kettőjükre van redukálva a dolog, és én élek a gyanúperrel, hogy valamiért beleszerettek a rendezők ebbe a párosba, mert valamiért ez nagyon tudott működni, és szerintem ebben a filmben is nagyon működik. De valóban az, a butaságom történetében azért ott van egy nagyon szigorú Bástyú Lajos, aki a fiatal hölgyet, hogy ugyan a végén megszereti, de hát azért ottan egy nagyon akarat átvitel működik. Ez egy teljesen más Bástya is az én számomra, és hogy egy kicsit még maradjunk a históriánál, akkor arra kérek egy választ, ha már úgysem értenek egyet a filmben, hogy és próbálok én most pártatlanul kívül maradni, hogy mennyire hiteles a Történelmi Magánügyek című film, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy a magyar világ a második világháborútól mondjuk a 60-as évek közepéig, amit ez a film felölel. Ez egy hiteles bemutatása a mi sorsunknak, avagy valami idealizált és kicsit inkább a bűnöket megpróbálja eltagadni. Júli, először önt kérdezem. Hát, nézzük biztos, először a pozitív. Igen, de ha így teszi fel a kérdést, akkor nyilván azt kell mondanom, hogy azért ez nem, hát amit mondtam, hogy ez nem egy dokumentumfilm. Szóval azért itt elsősorban nem tényfeldáró filmet nézünk, hanem nézünk egy fricskát, nézünk egy a lehető legkönnyebben közérthetővé, vagy figyelem. De igen. Egy fricska is lehet a lehető legkönnyebb, keményebb őszinteség. Sőt, adott esetben nézd, lásd, tanul. Az elpasszolom. Én nekem tetszett ez a film. Én is látom a gyengeségeit. Én nem ezt mondom. De én nekem mégis, miután először láttam ezt, azt gondoltam, hogy fú, ahhoz képest, amit abban az időben éltünk, vagy éltek, szerencsére én akkor még gyerek voltam, és hamar kijöttünk ebből a korból, de amit ők átélhettek, azt ahhoz képest, hogy egyáltalán meg lehetett mutatni, vagy egy kis szösszenetet el lehetett húzni az emberek orra előtt egy kis szálat, ahol foglalkoztak ezzel az egész témával. Én inkább így értem mondani. Akkor elmondanék ilyen kicsi dolgot, hogy én megnéztem most újra ennek kapcsán a szüleim esküvői fényképét, mert ugye itt három esküvőt látunk. Hát ugye ők 51-ben házasodtak össze, tehát tulajdonképpen akkor, amikor itt a filmben is van, szinte egy az egyben így néznek ki a szüleim. Jó, mondjuk anyukámon nem volt mici sapka, de egyébként, tehát az apukám az ifjú kommunista, ilyen hátrafésült hajjal, az anyukám ilyen kis szoros kis kosztümben, egy pár szál virággal, és olyan nagyon, hát olyan komolyan, meghatottan néznek az anyakönyvvezető szemébe, aki nagyjából olyan, mint itt a filmben van. Aki azzal kíván sok boldogságot, hogy remél, hogy hasznos tagjai lesznek a szocialista társadalom. Hát ezt ugye nem tudom, erről nem maradt hangfelvétel, igen. Csak ez a kép, de az tökéletesen megfelel. A másik, amire mulattam, hát nyilván ez nem filmtörténet, de hát csak érdekességként, hogy ugye van egy színházi előadás, aminek a szünetében ott morognak, hogy mennyire unalmas. Igen. Mert hogy miért kell második elavult rák... dolgok második elavult rákot. Most az anyukám, amikor visszakerült a Vígszínházhoz, amit akkor éppen Magyar Néphadsereg Színházának neveztek, akkor mi az, amiben először játszott? Rákóczi Ferenc fogsága. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. És akkor lássuk a medvét, vagyis a filmet. Következik tehát Keleti Márton 1969-es
Történelmi Magánügyek című filmje. Jó szórakozást!